Tavaly áprilisban egy munkásokkal teli kisbusz hajtott a sínekre Kőszeg falvánál, és összeütközött az érkező motorvonattal. A gépjármű az ütközéskor megpördült, és egy villanyoszlopnak csapódott. A bal oldala teljesen összeroncsolódott, és szétnyílt, a darabjai 80 méteres körben szóródtak szét. Hárman, köztük egy potyautas, kirepültek a roncsból, és a helyszínen életüket vesztették. A 6 személyes kisbuszban ugyanis egyel többen utaztak a kelleténél. A 7. munkást azért vették fel, hogy ne kelljen több órát várnia a hazajutásra. Nézett, de nem látott. A védő szerint pillanatnyi kihagyás okozhatta, hogy bár az erdészeti közmunkásokat szállító kisbusz lépésben gurult az átjáró felé, mégsem állt meg. A vádlott a másodfokú tárgyaláson sírva mondta el, hogy nagyon bánja a történteket. Tömegszerencsétlenség okozásáért és a vasúti közlekedés biztonságának veszélyeztetéséért a Szombathelyi Törvényszék Büntető Tanácsa 4 év fogházbüntetésre ítélte. Rendkívül rossz idegállapotban van. Hát ezt elfogadni, feloldozni, vagy feloldani, megbékélni, azért ez egy hosszú időt igényel. Ebben a kőszegfalvi vasúti átjáróban már korábban is történt halálos baleset, ezért a vasúttársaság úgy döntött, megszünteti azt. Most betontömbök állják útját az autóknak, a gyalogosok és a biciklisek áthaladását pedig korlátok segítik.